Ez itt az Upton Park, Upton Park rész. Ez ilyen lively lesz majd, ilyen színes lesz majd. Mert nem ezek az üzletek lesznek itt. Mondtam az imán bácsak, hogy nem ezek az üzletek lesznek itt. De annyit hazudtak, nézd meg. Itt ilyen dolgok vannak. És eltűnnek a csávók. Pillanat. Csomó üzlet, így próbálom mutatni. Mert itt ilyen hölgyek dolgoztak, akik semmihez nem értenek, hogy megpróbálom megmutatni, hogy néz ki ez az üzlet. Tehát ilyen totál üres, fogalmam sincs egyébként, már mondtam nekik, mert a Maktumékkal meg van beszélve, vissza kell küldenünk egy csomó mindent, innen is kaját. A kutya nem eszi, azt sem tudjuk ki, kinek a kaja, nem is kell nekünk, jó? Vannak ilyenek, egy másodperc, vannak ilyenek. Tehát értsék meg itt valaki, tehát egy másodperc, ez Dubajból jött ide, de vissza kell, hogy küldjem majd az egészet, ezeket. Ott vannak ilyen családok, ahol 70-80 ember van, de komolyan, de, és ők főznek ebbe. Itt a legnagyobb család, akit megszámoltam, aztán 15 fős, tehát... De csak azért, mert nekik, tehát egy családnak majd mindig hozok, nem kell izgulni, jó? Itt is diszkrimináció, egy családnak hozok, többeket nekem. Ezek nem a mi cipőink, ezt vissza kell küldjük Dubajba. Küldenek ide nekünk való cipőt, de ilyen szép cipőket, azt is, mert azt pánolunk, mindjárt átmegyek egy pillanat, ezt meg akarom mutatni a magyar fiúknak. De pánolni fogunk a dubaiakkal, már várnak ránk, ott dörzsölik a kezüket. Van egy másik, az jobb, mert mindjárt oda megyek, mutatok ilyet, az ilyen másfajta ruha, tehát mindent vissza kell küldjünk Dubajba, tehát ezeket, ez függöny, anya, ez függöny. Fogalmunk sincs, ez nem a római kor, hogy Tógába, vagy miben járjunk, már jó, tehát most már, ez már 2018, most már mindenki normális, mint én, ilyen. Sportcipő, nadrág, ruha, sál, meg kabát, jó? Tehát ez már nem a rómaikon, nem járunk a Tógába. Visszaküldjük a Maktuméknak, küldek helyet a normális szintet.